A Pannon TV híradóját látják, jó estét kívánok! Ma december 4-e Borbála, Péter, Ada és Boróka névnapja van. 59 éve Detroitban meghalt Galamb József gépészmérnök, a Ford Motor Company főmérnöke, a T-modell megalkotója. 21 éve elhunyt Los Angelesben Frank Zappa zenész. Most pedig nézzük a legfontosabb híreket, először csak röviden. Jelentősen lerövidül az építési engedélyek kiadása Szerbiában. Végérvényesen leállítja a déli áramlat építését az orosz kormány. A hatalmi többség részese lehet a Vajdasági Magyar Szövetség óbecsén. Folyamatosan érkeznek az adományok a Pannon RTV által bemutatott szegény családoknak. Huszonnyolc napra rövidülhet az építkezési engedélyek kiadása Szerbiában. A törvénymódosítási javaslat csütörtökön került napirendre a parlamentben, de döntés csak a jövő héten várható. Szerbiában a jelenlegi törvények alapján mintegy 240 napot kell várni az építkezési engedély jóváhagyására. A Világbank kimutatása szerint Szerbia a 186. helyen van rangsorolva az engedélyek kiadásának gyorsaságát tekintve a vizsgált 189 ország közül. A törvényváltozás a beruházók és a kivitelezők dolgát egyaránt megkönnyíteni. Az egy nagy előny lesz, hogyha egy hónapon belül meg lehet szerezni az építkezési engedélyt. Ez a beruházók szempontjából is egy nagy hátrányt jelentett az, hogy 6 hónaptól 8 hónapig lehetett egy építkezési engedélyt beszerezni. Ugyanúgy a kivitelezőknek is ez gond, mert nem lehet addig egy építőhelyet sem megnyitni, amíg nincsen rá hivatalos építkezési engedély. Az új törvény célja, hogy felgyorsítsa az ügyintézést és vegye figyelembe minden résztvevő érdekét és jogi biztonságát, illetve pontosan határozza meg az egyes szervek felelősségét és feladatait. Nem a treba ovaj zakon kao sistemski, kao zakon koji treba da nam omogući da otvorimo prostor da se u Srbiji zaista gradi i da ne pričamo više o tome da adminisztrácia i birokrácia kocsi investície. A törvénymódosításról szóló tervezetet a VMS frakciója is támogatja. Ami a lényege neki, hogy az építkezőknek, illetve befektetőknek nem kell a közvállalatokhoz járni különböző feltételek, engedélyek után, ezt a megfelelő szolgálat, illetve községek osztálya, aki kiadja az engedélyt, ez köteles munkahelyi leírás szerint beszerezni mindegyik befektetőnek. Ez egy előnyös dolog, mivel csak egyetlen egy salteron lesz az egész dolog megoldva. Az új törvény elfogadása nagy előrelépést jelentene az építőiparban, amely hozzájárulna a befektetők idevonzásához. Évente több 100 millió euró bevételtől esik el Szerbia a déli áramlat gázvezeték meghiúsulása miatt. Azonban Szerbia energiabiztonsága nincs veszélyben. Becslések szerint 25 ezer ember dolgozhatott volna a gázvezeték kiépítésén. Nagy összegektől esnek el a szerbiai építőipari vállalatok, a fém megmunkáló vállalatok és az elektronikai szektor is. Az ellenzék szerint fontolóra kell venni az Oroszországgal kötött energetikai megegyezés módon. A 16,5 milliárd eurós összértékű déli áramlat gázvezeték kiépítése becslések szerint Szerbia számára évi 250 millió euró tranzitbevételt jelentett volna. Közvetetten és közvetlenül 25 ezer munkahely megnyitására számítottak az illetékesek. A legnagyobb károsult az építőipar, amely már megkezdte a felkészülést a 2,1 milliárd euró értékű szerbiai szakasz kiépítésére. Vladimir Putyin orosz elnök bejelentését követően, miszerint Oroszország számára halott a déli áramlat gázvezeték, mindez meghiúsult. A gazdasági következményeken kívül a remélt energetikai biztonság elérése is kérdésessé vált. Uložilo u taj projekat mnogo truda, mnogo rada od tih prvih potpisa kojima su pristupili Tadić i Koštunica do danas. Mi mislimo da je to dobar projekat bio za Srbiju, nismo ga se odricali ni pod najtežim mogućim pritiscima.
a Szerbia és Oroszország által kötött energetikai szerződés három területet érint. A szerbiai kőolajipari vállalat, vagyis a NISZ eladását, az udvarnoki tárolókat és a déli áramlat gázvezeték kiépítését. A megállapodást 2008-ban Szerbia akkori kormányfője Boris Tadić látta el kézjegyével. Tadić elkerülhetetlennek értékelte a NISZ eladását, mivel Szerbia nem rendelkezett sem a befektetéshez szükséges tőkével, sem a kitermeléshez szükséges technológiával, ez a helyzet pedig a vállalat csődbejutását eredményezte volna. Élesen bírálták a NISZ eladásával kapcsolatban. Oni koji kritikuju ovaj sporazum prosto polaze od idealnog scenarija u kome bismo mi imali dovoljno sredstava, državnih sredstava za investicije, u kojem bismo mi uspeli da nastavimo proizvodnju naftnih derivata, a ne polaze od realnosti. A realnost je vrlo teška, ne samo u naftnoj industriji, nego u svakom sektoru. Tadić szerint a megváltozott körülmények, amelyek miatt az orosz fél elállt a megállapodástól, alapot teremtenek a megegyezés módosítására, felülvizsgálatára. A déli áramlat építésének megszakításáról hozott döntés végleges, jelentette ki Alekszej Novák orosz energiaügyi miniszter. Hozzátette, hogy most már a Törökország felé irányuló vezetéket tervezik. Jurij Uszakov, az orosz elnök tanácsadója ma arról beszélt, hogy a Kremlbe semmilyen hivatalos uniós reakció nem érkezett a moszkvai bejelentés után. Az Európai Unió több milliárd euró visszanemtérítendő támogatást adott Szerbiának az elmúlt 14 évben, az oroszok pedig csak kölcsönt, ezt mutatják az Európai Integrációs Iroda elemzései. A lakosok ennek csak nem az ellenkezőjét feltételezik. A téves benyomást a szerb médiában közölt információk kelthetik a hivatal szakemberei szerint. Kitől kapta Szerbia a legtöbb támogatást? Ez hozta nyilvánosságra szerdán a Blitz című belgrádi napilap. A szerb kormány Európai Integrációs Irodája által végzett elemzések alapján a szerbiai lakosok meg vannak győződve arról, hogy a legtöbb pénzt Oroszországtól kapja az állam, a legkevesebbet pedig az Egyesült Államoktól. Az igazság azonban teljesen más. A kimutatások szerint Belgrád Moszkvától kizárólag kölcsönöket kap, míg az Európai Unió és tagállamai 2000 és 2013 között össze 5,9 milliárd euró visszanemtérítendő támogatást biztosítottak Szerbiának. Ebből 2,4 milliárd az IPA projekteken keresztül érkezett az országba. Németország 323,5 millió eurót, Svédország 191,2 milliót, Olaszország 187,7 milliót utalt Szerbiának. Az Amerikai Egyesült Államok biztosította a legnagyobb támogatást az Európai Unió után, összesen 643,2 millió eurót. Ezen kívül Norvégia, Svájc és Japán Szerbia legnagyobb donátorai. A lakosok meggyőződésével ellentétben Kína nem az elsők között áll, de még csak nem is az első 10 között. Kína a 14 éves periódusban csupán 10 millió eurót adott Szerbiának. Oroszország az utóbbi években növelte meg árucsere forgalmát Szerbiával, de még így is jóval a németek és az olaszok mögött van. Oroszország semmiképpen sem szakítja meg kapcsolatait az Európai Unióval és az Egyesült Államokkal, közölte Vladimir Putyin évértékelő feladat kijelölő beszédében csütörtökön Moszkvában. Az orosz elnök azt mondta, hogy országa nyitott marad a világ felé, az együttműködés a külföldi befektetések közös tervek megvalósítása számára. Putyin ugyanakkor kijelentette, hogy szerinte a külföldi szankcióknak nincs köze az általa ukrán tavasznak nevezett kijevi hatalomváltáshoz. Azt mondta, ha az nem lett volna, valamit kitaláltak volna arra, hogy feltartóztassák a növekvő orosz gazdaság lehetőségeit. Ivica Dačić, szerb külügyminiszter szerint az ukrajnai válság komolyan veszélyezteti a régió stabilitását és az európai biztonságot. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet miniszteri tanácsának bázeli ülésén kifejtette, hogy az ukrajnai válság túl sok áldozatot követelt, és megismételte, hogy Szerbia kezdettől fogva a békés rendezés mellett állt ki, valamint támogatta Ukrajna szuverenitását és területi integritását. Dačić megköszönte Svájcnak az EBSZ élén kifejtett tevékenységét, és azt ígérte, hogy Szerbia megpróbál megfelelni a magas elvárásoknak, miután januártól átveszi az elnöki tisztséget a szervezetben.
Ismét gyengül a dinár az euróhoz képest, ezúttal 0,2%-kal gyengül a szerb valuta árfolyama. Így a hivatalos középárfolyam szerint 120 dinár 99 parát ér ma 1 euró. Ez a dinár valaha volt legalacsonyabb értéke az euróhoz képest. Az utóbbi 12 hónapban 5,5%-os volt a gyengülés, és mindössze egy hónap alatt 1,6%-kal csökkent a dinár értéke. A dollárhoz képest 1,7%-os értékgyengülést mutat a dinár. Az amerikai valutához képest egy hónap alatt 3,4, éves szinten 14,3%-kal csökkent a dinár értéke. Kifogásolható a hatályos privatizációs törvény a tartományi szociális gazdasági tanács véleménye szerint. Álláspontjukról és észrevételeikről tájékoztatták a köztársasági kormányt és a gazdasági minisztériumot. A magánosítás Vajdaságban 126 céget és több mint 11 ezer munkavállalót érint. Szerbiában az eladásra szánt társadalmi tulajdonban lévő vállalatok és cégek értéke több mint 6,5 milliárd euró. Ukupno zaduženje svih 502 preduzeća je 4,5 milijarde evra. Šta to znači? To znači da iz džepova svih poreskih obveznika, svih sveta rada, sindikata i sveta kapitala, poslodavaca, će biti izdvajano za te namene. A tartományi szociális gazdasági tanács 4 pontban foglalta össze a privatizációra vonatkozó észrevételeit, és azokat továbbította a köztársasági kormánynak és a privatizációs ügynökségnek. Pokrajinski szociálno-ekonomski szavet ističe, da je neophodna transparentnost u sprovođenju ovih, svih njegovih faza od podataka o potencijalnim investitorima koji u Agenciji za privatizaciju su dostavili pismo o namerama do donošenja konačnih odluka o modelima privatizacije za svako od preduzeća. A privatizációs ügynökség eladásra kínál olyan mamut vállalatokat is, mint a belgrádi és az óbecsei mezőgazdasági birtok, a nagykikindai ecet és metanolgyár, meg a pancsovai nitrogénművek. Teszi fel a kérdést a Magyar Szónapilap. Knézi Péter, a községi képviselőtestület elnöke azt nyilatkozta a lapnak, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt megállapodása szerint a VMS soraiból kerülhet ki az új alpolgármester és a KKT alelnöke, valamint a párt két tanácstagot delegálhat majd a községi tanácsba. A Pannoner TV megkeresésére Vuk Radojevic polgármester azt mondta, hogy nem kívánja kommentálni a hírt. Molnár Viktor, a Vajdasági Magyar Szövetség óbecsei községi szervezetének elnöke telefonon elmondta, hogy történtek ugyan egyeztetések az ügyben, de a konkrét változások bejelentéséig nem kíván nyilatkozni. Nézi Pétert és társait a 2012-es önkormányzati választások után zárta ki a VMS, mert koalíciós megállapodást kötöttek a Szerb Haladó Párt községi szervezetével. A kizárt tagok óbecséért polgári csoport néven lettek a hatalmi koalíció része. Nem vezethetnek majd 76 lóerősnél nagyobb teljesítményű gépjárművet a 21 évnél fiatalabb sofőrök. Ezt az ajánlatot tette a fiatalok biztonságával foglalkozó munkacsoport a készülőben lévő közlekedési törvényhez. A szakemberek szerint azonban az agresszív vezetés nem csak a kocsi teljesítményétől függ. Súlyos baleset történt a múlt hétvégén Belgrádnál. Egy 19 éves fiatalember ittas állapotban belehajtott a Dunába. Egy 18 éves fiú és egy 16 éves lány holttestét húztak ki az utastérből, egy 20 éves fiatalember holttestére pedig a csomagtartóban bukkantak rá. A tragédia hatására komoly szigorításokat terveznek a közlekedési törvényben. Tisza predlozi odnose ina sama vozila, odnosno na performanse vozila koje mladi vozači mogu da voze, odnose se i na vreme, odnosno noćno vreme koje smo stavili od 24 do 6 ujutro, kada oni to svakako ne mogu da rade. Odnosi se naravno i na broj ljudi koji se nalazi u vozilu kada se voze. Dakle, nekoliko značajnih mera za koje smo potpuno sigurni svi zajedno da mogu da pomognu da jednostavno ne ginu mladi ljudi.
A fiatalok biztonságával foglalkozó munkacsoport az oktatás fontosságát is hangsúlyozta. Véleményük szerint már a családban és az iskolában fel kellene készíteni a fiatalokat a közlekedésben való részvételre. Fehér László közlekedési mérnök a Közügyek című műsorban nyilatkozott a témában. Amint viselkedik privát életében, ugyanúgy fog viselkedni közlekedésben. Aki agresszív, az agresszívan fog hajtani. Aki visszahúzódó, az visszahúzódottabban fog hajtani. Aki hősködik azzal, hogy nem tudom, hogy verekszik, hogy duhajkodik, az a piroson is át fog hajtani. Tehát ez, hogy kinek milyen a temperamentuma, milyen viselkedési formát visz oda otthonról, hogy be kell-e tartani szabályokat, vagy nem, azt átvisz a közlekedésbe is. A szakember szerint a szülők is sokat tehetnek azért, hogy gyermekeik betartsák a szabályokat és tiszteljék a közlekedésben résztvevőket. Szigorítja a közlekedés biztonsági előírásokat az Európai Unió. Új irányelvet szavazott meg az Európai Parlament Közlekedési Bizottsága, amely megkönnyíti a tettesek lenyomozását a bűncselekmény elkövetése szerinti országban. A döntéshozók azt remélik, hogy ennek eredményeképpen sokkal óvatosabbak lesznek a vezetők. Évente 27 ezer ember veszti életét közúti balesetben. Ahora los conductores que no son del país, o sea, bien los turistas o los que van de paso, etcétera, por lo general no tenían la Unión Europea y los Estados miembros no tenían un instrumento para obligarles a pagar las sanciones y hacer frente a las sanciones en el caso de que no se les parara inmediatamente. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Még mindig nincs áram a szerbiai Majdanpekben, áramfejlesztőket oszt a katonaság. A miniszter fejére is jégcsap esett. Menni vagy maradni? Egyre több vajdasági dönt a külföldi munkavállalás mellett. Több mint három napja nincs áram, vezetékes víz és támfűtés a kelet-szerbiai Majdanpekben. Szerda este ugyan rövid időre helyreállt az ellátás, de ma ismét rendkívüli helyzet van a térségben. Áramfejlesztőket, melegítőket és takarókat osztanak a lakosságnak. Áramfejlesztők dolgoznak a majdanpeki társasházak mellett. Így próbálják meg energiával ellátni a hétfő óta villany nélkül tengődő lakosságot. A vezetékekre fagyott jég okozta a meghibásodást. Ahogy már az idén többször, most is a katonaságot vetették be. Azt hiszem, onoliko koliko bude potrebna lagala radi pomoci stanovništvu grada Majdanpeka. A hétfői ónos eső miatt megkárosodtak és leszakadtak a villanyvezetékek, a város pedig áram, víz és fűtés nélkül maradt három napig. A szakemberek most is terepen vannak, hogy megoldják a problémákat. Szerda este úgy tűnt, hogy sikerül is. Došlo struje kratko, opet je noći došlo do prekida za tri pravca, odakle se stavljava Majdanpek, sva tri su prekinuta u ovom vremenu, a prosto se ledena kiša zakačila na kablove, to su bile preko 20 cm kablova leda i pokidao je tekao. Znači tu gledamo kako da pomognemo građanima, gledamo kako da zagrejemo određeni prostor. Dovezli smo tri agregata velike snage i još sigurno će pet u toku dana da stigne. A helyszínen tartózkodó Alekszandar Antić energetikai miniszter is megérezte a jég súlyát. A szocialista politikus miközben a jég borította területen a sajtónak nyilatkozott, egy óriási jégcsap esett a fejére. Szerencsére a védősisak miatt nem történt nagyobb baj. Szerbia több városában is gyűjtést szerveztek az áram, vezetékes víz és távhő nélkül maradt majdanpeki lakosok számára. Folyamatosan csökken az ónos eső miatt lezárt utak száma Magyarországon. Szerdán sok helyen helyreállították az ónos esőben megrongálódott vezetékeket, így már 1000-nél kevesebben vannak áram nélkül. Bakondi György országos katasztrófavédelmi főigazgató azt mondta, Dobókőn kritikus helyzet van. Továbbra is dolgoznak a szakemberek, de Dobókőn még mindig vannak veszélyes útszakaszok, így várhatóan hosszabb ideig tart a teljes helyreállítás. Több
tömegesen vándorolnak el a vajdaságiak külföldre, megbízható hivatalos számadatok nincsenek, azt azonban mindenki érzi, hogy egyre súlyosabb következménye van. Csökken a lakosság száma, iskolás tagozatok tűnnek el, a térség fiatal szakképzett munkaerő nélkül marad, a családok szétválnak, és megváltozik a lakosság összetétele. Mindez a jobb élet reményében, vagy a kalandvágy miatt. Pásztor Ildikó az építészmérnöki diploma megszerzése után döntött úgy, hogy párjával Svájcba költözik. Jegyese már 2,5 éve dolgozik ott szakácsként. Ildikót Skype-on kerestük fel. Elmondta, kezdetében nehéz volt. Szállodában, majd konyhán kezdett dolgozni kisegítőként. Azóta lakásokat is berendezték. Azt mondja, különböző nemzetiségű barátokra leltek, és jól érzik magukat, bár ez jelentős áldozatvállalással is jár. A jobb élet reményében elfogadható, sőt, és nem tervezünk hazamenni, mert nincs mire hazamenni, és szeretnénk itt leélni az életünket, és meg vagyunk elégedve a svájci élettel. Hozzátette, sokszor nehéz, hogy csak ketten vannak, a család pedig távol. Amikor tehetik, hazalátogatnak. Így lesz ez idén a karácsonyi és újévi ünnepek alatt is. A fiatalok nagy számban hagyják el az országot, a számuk lényegesen megnövekedett, amióta lehetővé vált a kettős állampolgárság igénylése. Az iskolákban is csökken a diákok száma, egész családok vándorolnak el, a tagozatokat pedig bezárják. A 2013-14-es iskolaévben összesen 25 tanuló ment külföldre, főleg Ausztriába, Németországba és Svédországba. Ebből a 25 tanulóból 10 magyar ajkú tanuló költözött el szüleivel külföldre, és 15 tanuló a szerb osztályokból. Legtöbb tanuló az alsó osztályokból költözött el. Amennyiben folytatódik az elvándorlás tendenciája, néhány év alatt gyökeresen megváltozhat a lakosság nemzeti összetétele, a térség kultúrája, gazdasága, de tanügye is, szögezte le az iskolaigazgató. Valamikor mi készítünk Kanadába egy 15 éve ezelőtt körülbelül. Az utóbbi években egyre nagyobb számban próbálnak szerencsét a 40-50 éves személyek is. Lukács Mihály 4 éve ment Londonba középiskolai diplomával és alapfokú angol nyelvtudással. Azt gondoltam, hogy az elejében, hogy na hát akkor én itt, ha sikerül elhelyezkednem és megvetni a lábamat, akkor jó lenne nyugdíjig ott kihúzni, és aztán majd ugye öregségemre egy szolid nyugdíjat kapni. És aztán rájöttem, hogy nem elsősorban a pénz a lényeg, hanem vannak ettől sokkal fontosabb értékek az ember életében. Habár állandó munka viszont létesített, a honvágy visszahozta családjához Szabadkára. Ezen kívül azt is belátta, hogy Angliában az anyagi lehetőségek sem olyan jók, ahogy itthon elképzelik. Csak keveset tudott félretenni. Mások azonban ragaszkodnak szülőhazájukhoz, nem is terveznek elmenni. Horváth Evelin, a Pannoner TV munkatársa is közéjük tartozik. Soha nem gondoltam arra, hogy én nekem most az a feladatom, hogy kimenjek innen, és ne, hogy nekem jobb lesz máshol. Úgy gondolom, hogy máshol se annyira sokkal jobb, hogy itt lehessen hagyni, vagy talán inkább úgy gondolom, hogy itt nem annyira rossz a helyzet, hogy fejvesztve meneküljek. Ha az ember akarja, akkor feltalálja magát. A vajdaságiak főleg gazdasági okokból vagy a továbbtanulás miatt vándorolnak el. A gazdasági helyzet fellendülése azonban ezt akár meg is állíthatná. A Pannoner TV által a napokban bemutatott 5 gyermekes úrfi család és a szegény sorsú kökény házas pár otthonában már meleg van, és élelmet is kaptak a jó szándékú emberektől. Folyamatosan érkeznek a segélycsomagokkal rászorulóknak az ünnepek előtt. Meleg szobában is teli pocakkal bújtak ágyba az úrfi gyerekek az elmúlt napokban. Mindössze egy hete került nyilvánosságra a 5 gyermekes úrfi család szívszorongató története a Pannon híradóban. Azóta megváltozott az életük. Hogy hívják ezt a macit? Van már neve. A 6 éves Veronika egy hete macit kért a Mikulástól. Teljesült a kívánsága. Sok macit kaptam. A 3 évvel idősebb nővére végre azt teheti az iskolában, amit a többiek. Most már az iskolában már ingyen kapom az uzsonnát. Eddig hordtam. Anyukám megcsináltam, én meg vittem a suliba. Közel 60-an keresték fel a családot azzal a szándékkal, hogy adományaikkal tegyék szebbé az életüket. Nyitom ki a kaput, valami nyomja be. A kaput hát egy nagyra lacskó ruha nem volt.
A sok élelmiszer és ruhanemű mellett a tűzhely jelentett legnagyobb segítséget a családnak. Így amellett, hogy van mivel fűteni a lakást, az anyuka főzni is tud a gyerekeknek. A kályhát mikor megkaptuk, másnap, azért olyan fontos a kályhátája, mert babapaprikás főztünk rajta. És most megoldódott, hogy kaptuk a másik tizáli sportétot, akkor így döntöttünk, hogy nem az a kályhán főzünk, hanem itt a tizáli sportéton főzünk. Tegnap borspaprikást főztünk, ma paradicsomos káposztát főzünk. Holnap még majd meglátjuk, hogy mi lesz. Úgyhogy igyekszünk, hogy minden nap legyen főtétel az asztalon a gyerekeknek. Úrfiék remélik, hogy a téli hónapokban már nem kell többet ideregniük, és enni is lesz mit. Már jobb mondjuk, mint ma egy hétnek ezelőtt az egész szituáció, úgyhogy bízunk benne, hogy jó lesz. Az elmúlt napokban nem csak az Úrfi család sorsával ismerkedhettek meg a Pannonár TV nézői. Néhány hete a szegény sorsú idős kökényházas pár is elmesélte, milyen üres hassal tűrni a hideget. Meghatódva mesélik, mennyi segítség érkezett azóta hozzájuk. Hogy hányan voltak, fogalmam sincsen, de hogy 20-30-an biztosan, vagy többen is voltak. Kaptunk olajat, cukrot, sót, kávét, megjött a tészták, élmiszer az nem annyira, mert nem volt picsi derünk, az is tönkremzem, mert mondtuk akkor magának. Kökényék kaptak hűtőszekrényt is. Emellett újra van áram a házba, és azt is megígérték nekik, hogy tavaszra megjavítják omladozó lakásukat. A házaspárnak fűteni is van mivel. A kartonpapírok helyett most tűzifa áll a tűzhely mellett. Kökényéknek azóta is érkeznek az adományok. Stábunk épp egy kartondoboznyi ruhát továbbított nekik. Mihály nagy örömmel fogadta az adományt. Kökény Mihály és felesége Verona hálásak a sok jó szívű ember segítségéért. Nagyon köszönjük. A jólelkű emberek összefogásának köszönve néhány szegény család helyzete idéglenesen megoldódott. Csúszdát kapott a királyhalmi napraforgó óvoda játszótere. Az egyik benzinkút által adományozott játéknak nagyon örültek a gyerekek és az óvónők is. A gyerekek már ki is próbálták az új csúszdát. Kipróbálták az új csúszdát a királyhalmi avisok. Már régóta vártak erre a játékra. Mit szeretsz a leginkább játszani? A csúszdát. Miért pont a csúszda? Azért, mert csúszik is, mert rajta van hinta. Mit szeretsz itt kint játszani? Hát pörgő hintát meg csúszdát. Melyik a kedvenced? Pörgő hinta. Miért pont a pörgő hinta? Hát azért, mert dolszom felög most van, mert kivették az inót és a közé. A királyhalmi óvoda takaros és jól felszerelt. Fogarasi Vida Gabriella már 18 éve dolgozik ezen a napraforgó óvodában. Lelkesen mesél az óvoda működéséről, és kifejezetten örül, hogy az ünnepek közelettével egy ilyen adományt is kaphattak. Ez nekünk nagyon-nagyon jó dolgot, nagyon szép dolgot jelent, mivel nagy az udvarunk, sok játékszer elfér, és már hiányzott is egy ilyen. Hintáink meg mászokáik vannak, de csúszdánk, házikunk nincs. Úgyhogy a gyerekek nagyon örülnek neki. A napraforgó óvodában két csoport is van, akikkel két óvónő és egy kisegítő személyzet foglalkozik. Összesen 32 gyerek élvezheti az új csúszdát, amelyet most egy benzinkút segítségével szereztek be. Hetente tart fogadóórát az Állampolgári Jogok Városi Biztosának illetékese Hajdújáráson. A helyi közösség irodájában a közigazgatás működésével és egyéb dolgokkal kapcsolatos problémákkal és észrevételekkel fordulhatnak a lakosok az ombudsman helyetteshez. Az aktuális problémák közé tartozik egyebek mellett a vagyonadó és a legalizálás, mondta el Tóth Szalai Erika. Hangsúlyozta, jogi tanácsokkal, gyakorlati megoldásokkal segítik a lakosokat. Most nagyon aktuális a vagyonadó, a végzéseket megkapták a polgárok, és ezzel kapcsolatban nagyon sok panaszunk van. Gyakran megesett, hogy a polgárok a bejelentett vagyon, vagy a földeket más kategóriákba sorolták, a négyzetméterekkel gondok vannak. Ilyen esetekben mi mindig a hivatalba átellenőrizzük a végzés szabályosságát, az adatok pontosságát, és nagyon gyakran elérjük, hogy csökken a polgárok vagyonadó magassága.
90 éves korában elhunyt Hárs István, a Magyar Rádió egykori elnöke, tudatta a család csütörtökön az MTI-vel. Hárs Istvánt rövid súlyos betegség után érte a halál. Hárs István 1924. szeptember 25-én született. 1957-től a Magyar Rádió és Televízió főosztály vezetője, 1959-től elnök helyettese volt. 1974-ben az önállósult Magyar Rádió elnöke lett, ezt a posztot nyugdíjazásáig 1988-ig töltötte be. Második győzelmüket aratták a Spartacus kosárlabdázó lányai, miután az első liga 8. fordulójának utólag lejátszott mérkőzésén 70-68-ra legyőzték a Bor csapatát. A szabadkaiak szinte a mérkőzés egész ideje alatt több mint 10 ponttal vezettek, a végén azonban majdnem kicsúszott a győzelem a kezükből. A Spartacus ezzel a győzelemmel beírta szintén két győzelmet jegyzett Crvena Zvezda csapatát, és a táblázat 11. helyét foglalja el. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek még egyszer egy-egy mondatban. Jelentősen lerövidül az építési engedélyek kiadása Szerbiában. Végérvényesen leállítja a déli áramlat építését az orosz kormány. A hatalmi többség részese lehet a Vajdasági Magyar Szövetség óbecsén. Folyamatosan érkeznek az adományok a Pannoner TV által bemutatott szegény családoknak. Köszönjük figyelmüket, híreinket, bejátszásainkat elolvashatják, vagy visszanézhetik a pannonertv.com oldalon. További szép estét kívánok, viszontlátásra!